Hát sziasztok, Game TV nézők! Ezúttal újabb hírösszefoglalót hoztam nektek. Az Electronic Arts a múlt évi blamák után idén már fűtfát ígérget, így most a Battlefieldot kapcsán kürtölték világgá, hogy 1000% hogy nem lesz pay to win a játék. Ezúttal nem lesznek lootboxok, sőt még fizetős DLC-k sem, mert mindent ingyenesen fogunk majd megkapni, egyedüli mikrotranzakció a különböző kozmetikai szarságok kapcsán lesz a játékban. Egyébként a Battlefield-ben két valutát használhatunk majd, Company Coint teljesítményünkkel kaphatunk és fejlesztésekre költhetünk, míg a Battlefield Currency-t valódi pénzért szerezhetjük be és cicomára verhetjük majd el. November 7-én megtartották a Mass Effect széria ünnepét, azaz az N7 napot, azonban ezúttal semmi érdekeset nem közöltek a Mass Effect kapcsán. A BioWare most a Destiny-szerű Anthem-et heggeszti, és ha bejön nekik a cím, gyanítom, a Mass Effect-et el is felejthetjük. Mindössze annyinak örülhettek a rajongók, hogy az Andromeda elérhető az Xbox One X N7 címek között, azaz nagyobb felbontást és HDR támogatást kapott. Komolyabb frissítés érkezett az Assassin's Creed Odysseyhez, amit ha letöltöttünk, akkor olyan változások részesei lehetünk, mint az 50-ről 70-re kitolt szintlimit, ezzel tovább biztosítva a fejlődésünket. A játékban megjelent a Divine Intervention névre hallgató sztori alapú új küldetéscsokor, de a játékmenetet is érték változások. Mostantól karakterünk automatikusan is készíthet nyilveszőket, és kikapcsolhatjuk a Boost XP rendszert. A Ubisoft Kínába viszi a Rainbow Six Siege-et, azonban ehhez végre kell hajtania néhány változtatást a játékban, ami sokaknak szúrja a szemét. A cenzúra miatt nekiestek a játéknak Steamen, és több száz negatív komment érkezett a játékra, sőt egyesek azzal vádolják a fejlesztőket, hogy ezzel behódolnak egy diktatórikus országnak. Hát, kurválkodnak pénzért. Van ilyen. Minket egyébként nem érint a játékmenet cenzúrája, csak egyes grafikai elemeken történt változtatást kell elfogadnunk. A PlayerUnknown's Battlegrounds eddig Xbox One exkluzív cím volt a konzolok esetében, azonban most lejáróban van az egyéves megállapodás, így lehetséges, hogy hamarosan a Sony konzolján is feltűnhet az alkotás. Ráadásul most ingyenesen beszerezhető a Microsoft gépére, és még az is lehet, hogy Joker és Harley Quinn is fel fog tűnni a játékban. Pontosabban az öngyilkos asztak szereplőinek skinje fog várhatóan elérhetővé válni, hát pontosan még nem tudjuk, valamikor a közeljövőben. Megjelent a Red Dead Redemption 2, de még biztos, hogy jó darabig nem fog kikopni a hírösszefoglalóinkból, elvégre most megtudtuk, hogy a megjelenésének első 3 napjában sikerült eladási rekordokat megdönteni, sőt minden idők legerősebb szórakoztató ipari terméke is lett, mert még egyetlen mozifilm sem volt képes 725 millió dollárt termelni egyetlen hétvégén. Másik érdekesség a játékkal kapcsolatosan, hogy egy cég felmérést végzett és megállapították, hogy jelentősen megnőtt a beteget jelentő vagy szabadságot kérő dolgozók száma a megjelenés időpontjától számítva. A 18 és 35 év közötti dolgozók a Red Dead 2 megjelenésekor másfélszer többen lógtak a munkáiról, mint a Black Ops 4 megjelenésekor. Az idei BlizzCon kapcsán ugye jókora balhé kerekedett a Diablos bejelentésből, azonban a hóviaros cég most tovább borzolja a kedélyeket. Ahelyett, hogy valamit dobnának már a hardcore rajongóknak, hogy lecsillapítsák őket, most tudtunk ratták, hogy a mobilos Diablo Immortalon túl is lesz élet, azaz több alkotásuk is kap majd mobilos verziót. Már egy ideje pletykálnak a Microsoft exkluzív Sunset Overdrive PC-s megjelenéséről, azonban eddig csak kószainfókat kaptunk, ráadásul még most sem jelentették be, csak a Steamen találtak rá utaló jeleket. Az Insomniac Games alkotása pont most múlt 4 éves, így feltűnhetne személyi számítógépeken is az ünnep alkalmából. A napokban a Blizzard örömhírt osztott meg a játékosokkal, ugyanis a Hearthstone alkotásukat, ami ugye már mobil készülékekről is elérhető, nem kevesebben, mint 100 millióan próbálták ki eddig. Az üdvözítő pillanat apropójából 4 napon keresztül ingyenes kártyacsomagokat osztogatnak a játékosok között. Meg is köszönöm szépen figyelmeteket, ismét találkozunk hamarosan, sziasztok!